Itt egy rablás, Art Gallery. Na nézzük, ez milyen. Ez az ügy egy napos, festményeket kell elrabolnunk. Na nézzük, már is így kezdünk. Menjünk be a helyre. Ott van Capital Art Gallery. Aha, szóval innen a név. Na nézzük, itt be lehet-e menni. Hogy vannak-e őrök? Jó, egy őr ott van. Ha kinyitom ezt az ajtót, na rájönnek vagy sem? Már két őr ott van, úgyhogy meg kellene kerülni. Erre nem hiszem. De erre talán van egy másik bejárat. Aha, itt ezt én kinyitom. Jó, akkor beérkeztünk a mosdóba. Oh, itt van a tükör. Milyen szép tükrök. Oh, kiindította be. Én beindítottam a kézszárítót. Azt te hogy jöttél be? És minek jött be? Ó, oh, de kár, hogy bejöttél. Nem baj, legalább így meg vagy. De ez már egy adóvevő, amire válaszoltam. És téged, hát most, hát el kellene rakni. Elrakom, elfoglak és kiviszlek mondjuk. Ide belöklek, ne, oda. Ja, ott vagy, csak nem vesz észre ott senki. Jó, ott van egy. El kell rabolnom a megjelölt festményeket. Hol van? Ja, ez eladva. Ha ezt kell, akkor mondjuk rabolni. Hol? Mi lát engem? Egy kamera lesz az? Csak nem tudom, hogy hol van. Meg kellene találni azt a személyt, aki a kamerákat vizsgálja. Ott van egy kamera. Ott jön egy őr. Ide elbújok. Az őr merre fog jönni? Ha 3,5 másodpercig mozdulatlan maradok, elvileg 10 méteren belül. Aha, kijelölt a játék. Hú, ez egy nagyon jó képesség. Viszont arra kell figyelnem, hogy ő merre fog tovább mozogni. Jó, ott fent nyitva az ablak. Akkor talán így is működhet a játék, hogy fentről jövök. Jó, akkor megyünk, és megkeressük azt a helyet, ahol vannak a kamerák. Hát csak van egy, nincsen. Nem jó, nem jó. Észrevesz a kamera. Az őr tovább megy. Lehet, akkor el kellene kezdenem kipakolni a helyet. Húha. Húha. Hú, de izgalmas ez. Elvileg az őr erre fog jönni. Most merre? Visszafordulva jön az őr? Nem. De erre nem tudok tovább menni. Viszont ott van a security szoba. Oda kellene eljutni. Most akkor megnézem, itt milyen festmények vannak. Van egyáltalán olyan, ami meg van jelölve? Nincsen. Egyik sincs megjelölve. Jó, akkor itt nincsen. Viszont itt voltak megjelölve. Hát ez nem. Ezek kettő közül egyik sem. Ott se. Itt se. Ott van egy megjelölve. Ezt elveszem. Húha. És akkor vigyem, 6 festményt kell elvinni. Gyerünk, jelölt ki. Jó, tovább ment. Ott van még egy őr. Azt a mindenit. Ajaj, kamera majdnem észrevett. Hűha. Most gyorsan erre kéne
ne, hogy vett észre? Ó, nem már most mindenki észrevett. Ó. Hát akkor ECM-et tegyek le, ez már nem segít. Oké, akkor ez így nem jött össze. Hú, le is zárta. Ezeket kellene kikapcsolni akkor. Jó, de arra hogy lehetne? Ja, az épület tetejét kellene megpróbálni és úgy bemenni, jó. Hú, ez nagyon jó volt. Mármint, hogy nem örülök neki, hogy nem sikerült csendesen megoldani. De nagyon izgalmas volt. Hú. Na akkor nem itt megyünk be, hanem azt hiszem itt jó lesz. Ezt kinyitjuk. Akkor, hát itt nem fogok megsérülni egyébként. Ja, itt mondjuk, ha oda le tudnék. Oda középre szerintem le tudok oda ugrani. Jó. Már itt. Hú, az zene király. Jó, akkor nincs nálad kártya? Nincs. Megyek, elhozom még azt az egy festményt, ami ott volt. Itt ezt ott hagytam véletlenül. Hú, de már nem lehet oda kimenni. Sőt, ezeket se lehet elrabolni. Ja, akkor ezt kell megvárnom. Azt a fúrót. Hol is volt? Itt, igen, itt van. 120 másodperc, és akkor most figyeljük, honnan jönnek majd. És a kamerákat most már kiiktathatom. Eddig azért nem akartam megtenni, mert hogy ezt a security-s szemeit akartam kiiktatni először. Jó. Akkor most nem is tudnak bejönni a rendőrök. Újra kell indítani. Jó, sikerült, 104 másodperc, és valaki viszi azt a festményt. Ez nagy kár, mert nem tudok érte menni. Itt vannak, ahogy látom. De nem tudok keresztül lőni. Hát akkor ez így maradt, ez a dolog. Ez de durva. Milyen levédetés van itt, hogy nem is lehet elvinni a festményeket, mert így ilyen rácsok megjelennek. Érdekes. Hú, az kinyitotta ki. Hát nem tudom, de az biztos, hogy nem szabad hagyni őket, hogy kikapcsolják azt a fúrót. Hát magától is kikapcsol, úgyhogy felrobbantják a falat. Milyen falat? Vagy ott fent? Aha. Értem. Most talán, érte lehetne menni, mert elvittek egy festményt. Hát csak félrek, hogy le fognak teríteni. Mondjuk, ha vannak mesterlövészek, mondjuk. Ilyen, szerencsére, ahogy látom, nincsenek. Fel a kezekkel, adj csak ide nekem ezt a festményt. Hova kell vinni nekem? Jó, oda. Ellenfél helikoptere. Ez nagyon nem jó. Gyorsan akkor ezt dobjuk oda neki. Jó, tessék, 15 000-be kerül egy festmény. Wow. Ez elég szép summa érte. Jó, megyünk akkor itt. Húha. Hol vannak? Nem jó, ha eltalálnak. Így jó. Oké, te is meg vagy. Hú, ott vannak még. Nagyon-nagyon jó zenéje ennek a játéknak. Annyira illik ide ez a zene. Mennyi van még ebből? 10 másodperc. Ez jó. Oké, akkor már elvileg nyílik. Egy, és nyílik.
Nézzük ezt akkor. Elkezdjük a felülírást. Override. Fú, 300 másodperc. Azt a mindent. Ez elég sok. Na nézzük a kamerákat. Majd. Ez az a kamera, amit kilőttem. Húha. Oké, azt hiszem ide nem elég a pisztoly. Átváltok. Ott van egy pajzs is, ez nagy kár. Nehéz őt így kiiktatni, de ha oda dobok egy gránátot, talán ez megteszi. Jó. Még mindig nem lehet festményeket elrabolni. Úgyhogy még várunk 250. Hát most ezt kell lesz kívánni, 230 másodperc. Ez elég sok, de muszáj vagyok túlélni. Ahhoz, hogy meglegyenek a festmények. De nem nagyon szabad kimennem, mert akkor hát lelőnek. Nem hoztam olyan csomagot, Dr. Baget. Az kellett volna, van pedig ECM-et, hát vagy most már így jártam. Hogy milyen kidolgozottsága van itt ennek a automatának. Itt a pajzs, ezt felvehetnénk és ide letenni. Tik. Na akkor várjunk itt. Ugye az két pajzs is jön egyszer. Ó, a pajzsomat rendesen leszedik ezek az ellenfelek. Jó. Attól még sompolyognak idefelé. Na még több mint két perc, de kibírjuk. Nem használom addig inkább a lőszeremet, hanem csak óvatosan. Nézzük erre. Oh! Jó, ez az. Feküdj le. Ja. Jönnek még azért innen. Úgy látom, elintézted. Még 100 másodperc. Ah, te meg vagy. Ott még valaki. Ah, senki. Egyébként így, ahogy látom, itt ezt le lehetne fűrészelni. Cikk, és akkor lehet vinni. Az érdekes, érdekes dolog. Mennyi lehetőség van ebben a játékban. De hát, hogy milyen izgalmas volt az, hogy én itt lopakodva teljesítsem. Ez nagyon tetszik, ez a lopakodós része a PD-nek. És most úgy tűnik elég sok van ebbe a második részbe. Ennek örülök. Még egy perc. Hopp, te mit csinálsz? Ott egy fegyvér kijön önben. Ha jön az asszalút, akkor visszabújok. A zenéje pedig fú, kitűnően illik ehhez. Ott, ja, senki. Ti vagytok. Houston és Hoxton, milyen szép nevek. Még fél perc. Ezt már csak kibírjuk, és akkor utána remélhetőleg akkor lehet vinni a festményeket. Igen, így gyorsabban meg lehet szerezni a festményeket, de lopakodva izgalmasabb. De nézzétek már ezt a bagot. Na nézzük. Kész. Na most már vihetjük akkor
a festményeket. Most már csak meg kellene találni, melyik van megjelölve. Nincs. Ott van egy megjelölve. Itt van egy. Jó, de ezt már kell nekem menni. Arra. Most azt a úton, úgyhogy így elég nehéz lesz, mondjuk össze lehetne gyűjteni valahol őket és úgy vinni. Besegítek neked, mert ott van a... ezt a pajzsot el lehetne kapni. Így. Hátat fordított nekem. Ez így jó. Na gyerünk, szedjétek le, hogyha hátat fordít nektek. Jó, már akkor én. Egy festmény van meg eddig. De van, azt mondja, elég sok. Erre nincsen. A falat kirobbantották. Akkor jól mondták, amikor jelezték. Itt egy pajzsos. Megkerüljük. Ja. Ezt én nem már elvittem. Jó, megvan. Ez milyen festmény, figyeljétek ezt az arcot. Erre nézem, hogy hol vannak még festmények, de nagyon össze-vissza vannak. Ez így nem volt jó. Itt van egy. De akkor erre most kimegyek. Az a helyzet, hogy erre van a... amerre nekem vinni kellene, de a kijárat nincs. Itt a lobbin keresztül kell ezt kimennem. És Collector Achievement feloldva. Oké. Akkor feloldottam egyet. Biztos, hogy ezt a fegyvert használtam. Ja, most van egy kis pihi. Elvileg, ha oda dobom... mesterlövész! Nem is egy... ez nem jó. Onnan jönnek. Jó. A másik épületre. Hát nem találom el. De miért nem tudom eltalálni? Szedjétek már le, legalább akkor a pisztollyal jobban tudok célozni. De nem megy el odáig, akkor jó, hogy mi történik. Oda feldobjuk. Felment, igaz? Jó, egy, akkor ez már a második. Jó, akkor itt az ideje, hogy ezt megcsináljuk. De sokan vannak még itt. Ez így nagyon nehéz lesz. És már megint az szavult. Na jól van. Most nincs idő arra, hogy... én most ezzel szavarokozzak, hogy várok. Hanem közben kell ezt csinálnom. És reménykednem, hogy nem fogják ellopni onnan majd a festményeket, hogyha feldobom. Jó, akkor ott van már kettő. A fele már megvan. Elvileg. Hopp, egy pajzs. De nézd, még nem engedi, hogy egy körbe menjek rajta. Oké. Azt hiszem ez egy jó megoldás, mert valahogy úgy azt nem bántják, hogyha oda dobom a festményeket. Jó, viszem. Gyorsan be, gyerünk. Beugrás az mindig nehéz. Szaladjunk keresztül, jó? Nézzük azért meg, hogy van-e itt még festmény, ami kellene. Ott van. De itt jobbról is lejöttek rám. Oké, ott is van egy. Kevés az életem. Jó lesne egy valamilyen gyógyító eszköz. Sajnos ez nincs nálam. Csak a pajzsom maradt meg egy kis életem. Mennyi van már ott, hogy 2, 4, még egyetlen egy festményt kellene összegyűjtenem valahogy. Na menjünk. Fedezékről fedezék. Jó, azt mondja, nézzünk körül, nincs.
sincs, az sem az. Azt már kivittem, ezek kettőik nem azok. Ott az sem az. Itt van. Ez a kicsike lesz, egy cenzurált kép, jól van. Menjünk, ez lesz az utolsó. Ha nem tévedek. Most már akkor annyi a feladatom, hogy ezeket oda bedobjam a kocsiba. És akkor minden oké lesz. Remélem megvan mind. Gyerünk, oda közelebb dobom. Gyerünk, vedd fel. Megvan-e mind? Azt mondja, 4 kell még. Aha, megvan mind a 4, jó. Kijött, hogy elbújtott a kocsi mögött, nem. Oké. Hát ez biztos, hogy meg fogom ismételni ezt csak lopakodva. Majd később valamikor. Jó, kész. Fú. Hát ez így nem volt olyan egyszerű. Sokat kellett várni, igazából az volt a legnagyobb gond, de sikerült, úgyhogy ez így jó volt. Jó volt, 24 ezer dollár. Meg gondolom Continental Coins azt sose kapok, mint hogy most se. De XP-t azt kaptam, 11 ezert. Azt szerintem 15-esig biztos felvisz. És így, ó, mesterlövész puskát, meg shotgunt is feloldottam ezek szerint. Úgy van, 16-os szint. Elektromos. Bressnek az ilyen boxer, de elektromos. Ez kemény lehet. Nézzük, milyen kártyát kapok akkor. Ez pedig egy maszk. Egy maszkot kapok. Gage Blade. Ó, akkor ezt én fel is veszem, szerintem. Hogyha már így ez az első maszkom, akkor legyen legyen emlékezetes. Na, melyik maszkot veszek, egy új maszkot, igen. És én ezt kaptam, ezt a DLC maszkot. A Gage Blade az Gage-nek a személyes maszkja. Megvéd, ez most komoly? Meg fogja védeni az arcod egy vagy két 9 millis golyótól, mielőtt felrobban a fejed. Ez most komoly. E-maszk nélkül Gage nem lenne olyan csodálatos ember, mint amilyen ma. Hát azt megnézem, hogy néz ki. Ó, ez egy szép fehér, mondjuk lehetne egy... Tényleg azt a színt, azt lehet, hogy rá lehetne tenni, nem? Mert akkor összerakjuk ezt a maszkot. Tényleg össze akarod tenni és a inventory-ba helyezni, a kelléktárba? Igen, jó, itt van. És akkor felvenni vagy customize? Na nézzük, miket lehet rátenni. Több anyagom van, mint gondoltam. A fehér anyag, ez milyen? Wow, ez olyan, mint Groot. Én vagyok Groot. Érdekesek ezek. De mondjuk... Ez, hogy néz ki, az színes. Azért, hogy felhasználjak egy mintát és egy szint is, most ezzel a maszkkal fogok tovább haladni. Ez egy ilyen fehér, és ott van egy citrom és egy zöld szín. Ezeket kaptam igazából, vagy ezek vannak itt ebbe a kelléktáromba, úgyhogy ez lesz a végső. Micsoda? 63 ezer. Ez most komoly. 63 ezer dollárba kerül ez a maszk. Akarom, biztos, hogy akarom ezt. De miért kerül ilyenre? Na jó, akkor. Hogy néz ez ki?